van június 1-e, hivatalosan a nyár első napja, és ma van a napja annak, hogy kipakoljak az irodából, ugyanis a mai nappal fel van mondva a bérlés. Elég durván ropog az ég alja, úgyhogy elképzelhető, hogy a mai nap folyamán esni fog az eső. Egyébként érzi a fejem itt hátul, mert ilyenkor mindig, mikor ilyen nagy időjárás változás van, akkor picikét fáj a fejem. Pedig ez úgy tudtam, hogy ez idősebb korban jön elő, de nálam ez már előjött. Mostanában egyre több időt töltök el a YouTube-on, és eddig számomra ismeretlen YouTubereket találtam mostanában a YouTube-on, és meglepődve láttam, hogy csodájára nem csak én vagyok egyedül a YouTube-on, aki napi vlogot készít. A vlogolás szempontjából nézve, hogyan lehetsz egyedi, hogyan tudsz kitűnni a többi 10-20 vagy éppen 1000 ember közül, aki ugyanazt csinálja, amit te. Az igazság az, hogy szerintem sehogy. De ez nem is baj, mivel azzal, hogy te szerepelsz a videóidban, te csinálod azt, amit csinálsz, azzal már eleve egyedi vagy. Belőled nincs még egy másik, ha csak nincs ikertestvéred. Tehát azzal már, hogy te mutatod be a te szemszögödön keresztül a saját életedet, vagy szaktudásodat, azzal már egyedivé is varázsoltad a dolgokat. Viszont ahhoz, hogy tudjál fejlődni, tudjál tanulni, először meg kell tanuljál másoktól másolni, úgymond, tehát megnézni, hogy milyen technikákkal, milyen technológiákkal csinálják mások, akik már sokkal sikeresebbek, mint te. És utána tudod belevinni azt a faktort, ami csak benned van. A másolást azt ne úgy értsétek, hogy egy az egyben le kell másolni, amit más csinál. De az az igazság, hogyha nem másolnánk senkit, akkor nem tudnánk megtanulni beszélni, nem tudnánk megtanulni járni sem, és igazából egy csomó dolgot nem tudnánk megtanulni, mivel mindig lesz valaki, aki elkezd valamit, és a többiek az ő példáját követik, illetve az ő tudását használják fel, újabb tudás. Na jó, most már pakoljunk és ne csak dumáljunk, mert így nem maradunk soha sehova. Few moments later. Szeretnék készíteni egy gyorsított felvételt, méghozzá, nem tudom, hogy emlékeztek még a vlog elején, bontották éppen a makói könyvtárat, és tehát az most fullon le van bontva, el van takarítva minden, és most per pillanat így néz ki a helye. És ebből szeretnék egy gyorsított felvételt készíteni, ahogy épül ez az egész. Azért vagyok most itt, hogy megkeressem a legmegfelelőbb szöget. Ennek a gyorsított felvételnek az elkészítése annyira nem is könnyű feladatnak ígérkezik, mint ahogy az ember gondolná. Ugyanis meg kell keresni egy olyan pontot, tehát van a tárgy, amit le szeretnél fényképezni, meg kell keresni egy olyan pontot, ahol minden áldott nap, ameddig el nem készül, minden áldott nap készítesz egy fényképet. És amikor megvannak ezek a fényképek, akkor azokat valami videó szerkesztővel szépen egymás után rakosgatod, és összeszerkeszted egy ilyen gyorsított videóval. Dióhéjban ennyi, így készül a gyorsított felvétel. Ez a valóságban, ami tudom én, hogyha most a felhőket videóznám, és azt gyorsítanám fel, az nem így készült, tehát nem fényképeket csinálok, hanem videókat, és akkor videót gyorsított fel. De mivel ez egy hosszadalmas építkezési folyamat, ezért nem lehet csak egyik napról a másikra felépíteni, és nem lehet, nincs olyan kamera, ami ezt a tudom én, fél évet, vagy akár hány hónapot egy húzóba fel is veszi. Remélem, hogy nem fog rám szakadni az ég pont most. Hogy vagy, jól vagy? Júj! Az igen, milyen szép hangod van. Ez mind most történt velünk, mióta nem vagy itt. Baba? Még nem is mondtam nektek, de a mai délután folyamán hivatalosak vagyunk egy marosparti partira. Ez egy kicsit idióta hangzik, marosparti parti. De egy parti. Az edzőtársak
összehoztak a Marosparton az egyik üdülőbe egy ilyen sütögetős délutánt, és most oda fogunk menni. Oda vagyunk hivatalosak, családostól, mindenestől. Úristen, de hangos. Melyik papucsot szeretnéd felvenni? A pirosat vagy az aranyszínét? Ez mit jelent? Sziasztok! Mi a helyzet, Fanni baba? Sziasztok! Hasonló. Csak ennyien vagyunk? Még most igen. Húra. Csirkecombukat irányt. A füstölőcske. Évig találtak egy kis állatot itt a kert végében, és külön kérés volt most, hogy menjek és videózzam le. Mutassam meg nektek is. Bár gondolom biztos, hogy láttatok már ilyet. Valamelyik vlog adásban volt már. Egy alkalommal egyébként itt van a kert hátulja. Ahol elfolyik a Maros. Itt a Sünci Münci. Itt van. Szavasz Malacka. Sümpuca. Sümpuca. Ott van. Szia. Hölgyeim és uraim, sündisznót láthatatok. Igen, van egy lépcső, és ez egyenesen levezet ide a Marosba. Jó. Csak idáig. De jó! Sophie igazi makói. Úgy. Most egy teszt következik. Kókuszgolyó a neve, aki nem ismer, de én nem látszik, így látszik. Kókuszgolyó a neve. Ő volt az elkövetője, aki csinálta, úgyhogy most leteszteljük. Jó, nagyon jó. Tessék? Ez mit mutatott? Az a maghő, az egyik csirkébe beleszóltam, és az a maghőmérséklet, az 71 fok. Aha. És a comb az olyan 80 körül van kész. Mm-hmm. Tehát akkor még nem az a tartományban van, hogy száraz, hanem... De az a... Na most egy kicsit megdörzsöljük a husikákat ilyen barna szósszal, amit Robi egész nap készített, önnön maga. Megfürdetjük ezeket a combocskákat. De jól néznek ki. Mert akkor nem jól. Jó. Na, a vérszabra jöjj az éjivad. Jó. Láttuk, Peti, lát. Peti, ezt neked szöttem ki. Jaj, de ragyos vagy, de kezdve. Nem baj. Peti, bázd meg, megég a hús, vedd le a rácsot. Köszönöm. Nehéz. De vagy nehéz. Jó, ezt az utólag bekenjük. Nem, 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 n
43 éves vagyok, leszek hónap. Nem most. De az edzésen ezt nem csinálhatod végig, érted? Egészségedre. Majd iszunk együtt. De el ne felejtsd, 43 kör, 43x43. 43. Peti, be van kapcsolva a mikrofon. Peti, egészségetekre. Mikrofon. Egészségetekre. Egészségetekre. Kinyitod? Nem ezek kenyere. Zsolti, nem ezek kenyere. Csabikám, ennyi 40, 43. Nem ezek kenyere. Hús őszek. Alkohol csészek, csak töménye. De fröccselőbb létemre.